Már itt is vagyunk, folytatódik az Egyenlítő, vendégem pedig Kacsik Márta, a Patika Kert megálmodója és vezetője. Szia Márta! Szervusz, köszönöm szépen! Mindjárt kitérünk arra, hogy mi is ez a Patika Kert, és hogyan történt ennek a megszületése, de egy kicsit induljunk el onnan, hogy te elméleti matematikus vagy. Hogy lesz egy elméleti matematikusból biogazdálkodó? Igen, tényleg az vagyok, de 22 éves koromban doktoráltam elméleti matematikából hálózatokban méghozzá, és utána az még elméleti matematikai hálózatok voltak, utána pedig az internetes megoldásokkal foglalkoztam, teljesen innovatív, legnagyobb vállalatoknak találtam ki, nem csak én magam, de aztán a csapatommal, cégemmel együtt mindenfajta jó dolgot. Én nagyon élveztem ezt a virtuális világot, ezt a kommunikációt, mert ez akkoriban nagyon hiányzott. De a végére úgy éreztem, hogy most már kicsit túl sok a virtualitásból, és hogy vissza kellene térni ahhoz, ami azért az embernek a lényege. Azért mi természeti lények vagyok, én ebben hiszek, még hogyha néha azt gondoljuk, hogy már annyira nagyon okosak vagyunk, hogy nekünk már nem kell a természet, és nem is nincs rá szükségünk. Én ennek az ellenkezőjét állítom, és mivel hogy nekem is lett egy betegségem. Most ez a munkának köszönhető egyébként? Tehát feltételezem, hogy nagyon sokat dolgoztál akkor. Nagyon sokat dolgoztam. A stressz. Erről érdemes egyébként beszélni, hogy mi a stressznek a hatása, és aztán ezt hogyan lehet kivédeni. Igen, nagyon sokat dolgoztam, és annak ellenére, hogy elég jól táplálkoztam, mégiscsak egy ilyen inzulin rezisztencia köszöntött be nálam, és mondták, hogy akkor cukorbeteg leszek. És hát én kutató fejemmel azt mondtam, hogy én ennek utána nézek, és akkor így lett először a saját kertemben pár fekete bogyós, de az olvasmányaim a kutatások olvasása után döntöttem ezek kipróbálásán. Tehát igazából te saját problémádat akartad megoldani, abszolút. És elkezdtél kutatni az ez interneten. Így van, hát ugye azt mondta az orvos, hogy 5 éven belül cukorbeteg leszek, pont mikor jött az első unokám, hát azért ez egy elég szomorú történet. Azért ezt úgy az ember ne hagyja csak annyiban. És igen, elkezdtem olvasni leginkább külföldi kutatásokat, hogy hol lehet a gond, és arra jöttem rá, hogy aránylag egészségesen étkezünk, de mégis hiányosan. Tehát én, mint matematikus, minden rendszerben látok. És úgy is hívom, hogy az embernek vannak vezérlő rendszerei. Az orvosok ilyet nem mondanak, de én nem vagyok orvos. Tehát ugye nem elég csak fehérjéket, szénhidrátokat, megfelelő zsíradékokat számolgatni itt kalóriára, meg egyebekre, egyszer a szénhidrátot, ne együk, egyszer a zsírokkal van baj, hanem vannak olyan finom rendszereink, amelyeknek ilyen apró elemekre van szükségük. Tehát ők anélkül nem tudnak egészségesen működni. Itt a hormonrendszerre gondolok, az citokinrendszerre, a szív- és érrendszernek a vezérlésére, tehát itt a vérlemezkék összetapadásától kezdve a mindenfajta... Nem vagy orvos, mégis nagyon jól látom, hogy beleestad magad ebbe a témába. Nagyon sokkal, tehát lényegében 7 éve ezzel foglalkozok, igen, ezzel foglalkozom, és nem csak a bogyósaimmal, mert ugye most már egy egész bogyós ültetvényem van, különleges bogyósokból egyébként, olyat hoztam be, ami még nem volt Magyarországon, fekete málnát például. És hogyha már erről beszélünk, pont tegnap kaptam meg a Szent István Egyetem táplálkozástudományi karáról az eredményeket, mert én be is vizsgáltattam a termékeimet. Tehát én nem csak papírról dolgozok, szerintem ez nagyon fontos, hogy ne csak az elméletet adjuk át az embereinknek, a hallgatóinknak, akikkel beszélünk, hanem adjunk nekik konkrét bizonyítékokat és konkrét tanácsokat. Azért ugorjunk egy kicsit vissza, hogy behoztál fekete bogyós gyümölcsöket. Igen, ezt honnan olvastad, hogy ezek jók? És mik ezek a fekete bogyós gyümölcsök? Tehát ez egy picit rakjuk rendbe, hogy ide mik tartoznak, jó? És ezek mennyire érhetők el itt Magyarországon? Mennyire kellett külföldről válogatnod? Igen, Magyarország annyira nem hazája ezeknek a bogyós gyümölcsöknek. Talán a fekete ribizlit, fekete szedet így ismerjük. De a fekete málna, arónia az azért már régebben van, tehát a fekete berkenye, de én hoztam más fajtát is, mert a fekete vagy sötét lila színanyagok, ami miatt fekete bogyósoknak hívjuk, ezek a növényeknek az immunrendszerét alkotják. Tehát én erre jöttem rá, vagy ezt gondoltam én, hogyha nekik jó, tehát ha őket védi az oxidatív, tehát őnáluk az stressztől, tehát a külső behatásoktól, és én feltételezem, hogy én is a természet része vagyok, megint ilyen matematikusi fejjel, ugye, kialakítottam azt a tételt, hogy ha nekik jó, akkor valószínűleg nekem is jó lesz.
És ez így is van. Tehát a alap élelmiszerekben, a táplálékokban, a zöldségekben, a növényekben rengeteg olyan anyag van, amire nekünk szükségünk van. Csak nagyon egyoldalú lett a táplálkozásunk. Van is erre egy szakszó, úgy hívják, hogy minőségi éhezés. Tehát ez a nyugati ember minőségileg éhezik. Tehát kövér. Most már több a kövér ember, mint az éhező a világban. Ez nem tudom, hogy ez tudott-e, de ez egy borzasztó szám. Tehát többen vagyunk kövérek a világban, és nem csak a fejlett világról beszélek, hanem úgy összességében. És ez nem feltétlenül pénzkérdése, ezt is megállapították, mert hogy sokkal többen vannak akár elhízva olyan társadalmi rétegekben, ahol nem gazdagok például. Így van, mert ők sem úgy táplálkoznak, mint az előtt, tehát ők is nagyon rászoktak az ipari élelmiszerre, és az ipari élelmiszert nem bírja az ő szervezetük. Ők még inkább veszélyeztetettek, mert náluk még rövidebb idő volt ez az átállás. Tehát ugye átmentek mondjuk az amazoniai éserdőkből, elkezdtek vásárolni ipari élelmiszert. Az ő szervezetük ezt nem tudja tolerálni, és ott sokkal több például a cukorbeteg. Ott 50%-nál magasabb a cukorbetegek aránya. Tehát valamit nagyon elrontottunk, a kényelem, és ugye az, hogy a táplálkozás csak élményként értelmezzük. Én nagyon szeretek főzni, én mindig is nagyon szerettem főzni, én imádok enni. Nekem, tehát a gyerekeim mindig azon panaszkodtak, hogy mikor lesz már ugyanaz, mert volt egész éven át mindig valami mást főztem, mert engem nagyon érdekel a gasztronómia. Tehát szeretek főzni, de nem elég, hogy csak az ízre koncentráljunk. Tehát nem elég az, hogy heti ötször együnk pizzát mindig más feltételekkel, hanem nézzünk körül, hogy mi az, amire nekünk szükségünk van. Tehát valahol picit hozzuk vissza azt a felelősséget. Ugye nagyon kontrasztos a helyzet, vagy paradox, mert mikor szegényebbek voltunk, mondjuk 30-40-50 évvel ezelőtt, akkor sokkal több mindent megettünk a természetből, és akkor, amikor az volt, az ereje teljében. Ugye visszatérve erre a kutatásra, amit a Szent István Egyetemmel csináltunk, számukra is meglepő volt, hogy az én fekete málnámnak az antioxidáns tartalma a 15-szöröse, konkrétan bemérve 15-szöröse az áfonyáinak, az ipari áfonyáinak. Azért, mert az ipari áfonyát ugye egy ilyen túltermelésbe, gyorséleléssel, gépiszedéssel, művelik, nincs benne semmi. Tehát mi szemenként szedjük a bogyókat, és nem azért, mert mi nem tudnánk megvenni egy gépet, hanem azért, mert a gépi szedéshez kell az, hogy egy gyors érleléses módszert használjanak, ilyenkor ugye vegyi anyagokkal sajnos beszórják a növényeket, és ennek kettős negatív hatása van, egyik az, hogy a növény mérgezett, tehát mi azt meg fogjuk enni azt az anyagot, amit rászórtak, ez sokszor glifozát alapú sajnos, ugye erről már talán sokan hallottak. A másik pedig nem volt ideje kialakítani a növénynek azt az hatóanyagot, ami nekünk jó. Tehát amiről beszéltem az előbb, hogy ezek a fekete színanyagok a növénynek az immunrendszere, ezek nem alakulnak ki. Tehát mi ezt emberi ízléssel, tehát ízleléssel nem tudjuk megállapítani, mert ezek a hatóanyagok, ezeket ugye ki kell mérni. Tehát ezért mentem én el a Szent István Egyetemre, és mértük meg kimondottan az én végtermékemet. Tehát szerint ők is csodálkoztak, mert nem sok ilyen van, aki ennyire komolyan veszi a termesztést. A másik pedig... Most viszont egy kicsit visszarepítelek az időben, mert szerintem teljesen összezavartuk a nézőinket, hogy a patika kertet ugye még nem emeltük ki, hogy ugye ez hogy született meg? Ugye te elindultál onnan, hogy volt egy betegséged, magadnak kerested a megoldást, igen, elkezdtél a saját kertedben egy-két ilyen bogyós gyümölcsöt termeszteni. Hogy lett ebből egy biogazdálkodás? Hát úgy, hogy az én eredményeim javultak. Meglepő módon. Tehát az orvosom, aki ugye azt mondta, hogy 5 éven belül, és elmondta, hogy mi lesz ez a 6 dolog, amiben majd meg fogok halni, tehát így kb. Ilyen kegyetlenül, de nem baj, tehát legalább szembesítette. Kellett egy ilyen pofon? Kellett, igen, kellett. És akkor, és ugye nekem javultak az eredményeim. És akkor láttam közben, hogy rengetegen szenvednek ugyanezekkel a bajokkal. Én erről nem tudtam, mert ugye az ember nem ebben a világban működött, csináltam az én kis internetes, fantasztikus megoldásaimat. De hogy a saját problémáidra kerested a megoldásokat, hogy beleütköztél, gondolom, hogy rengetegen vagyunk. Tehát főleg ugye én a nők problémáival, tudod, a hormonrendszerre volt rossz hatással az a oxidatív stressz, az oxidatív stressz, ugye a rossz levegő, esetleg a rossz táplálkozás, a valódi stressz, amit ugye megélünk. Ez mind-mind egy ilyen oxidációs folyamatot indít el, ami egy ilyen gyorsuló öregedést és belső rejtett gyulladásokat okoz. Ezeknek most már van neve, úgy hívják, hogy szubklinikai, mert a vérvétel nem mutatja ki, ez benne a rossz, hogy nem mutatja ki.
De ugye találkoztam azzal, hogy én ugyan már nagymama voltam, de a nők többsége még fiatal korban, tehát rengeteg, rengeteg ezzel a problémával küszködő lány, fiatal nő volt, és akkor azt gondoltam, hogy na akkor nekem most ez a feladatom. Tehát eddig építettem a virtuális világot, most meg egy kicsit visszahozom, és megpróbálok ezzel valami fajta jót tenni. Vásároltál egy hatalmas területet Budaörön, ugye? És itt született meg a patikakert? Igen, igen. Másfél hektáron vannak most már bogyósok, de hát már van további tervem, sőt már ültetvényem is van, mert a jófajta fehérjékkel és zsírokkal is szeretnék, eszenciális zsírsavakkal is szeretnék foglalkozni, úgyhogy... Pedig csonthéjasok is vannak. Igen, 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 még csak pici, de hát egy 410 mandulafa azért már növekszik ott. Ezt is ökológiai gazdálkodásban, tehát én ebben hiszek, és... Azért hiszek benne, mert még visszatérve a tápanyagtartalomra, ugye szokták mondani, hogy az ökológiai gazdálkodásban nincs több tápanyag. Természetesen nincs, ha ugyanúgy kizsigereljük a növényeket. Tehát ugyanúgy a hozamra, tehát a tonnára, hektáronkénti mennyiségre gyúrunk, hogy így mondjam, tehát hogy az a fő szempont, akkor tényleg nem lesz benne több. De hogyha a növényeket meghagyjuk abban a majdnem, hogy saját környezetükben többféle növényt egy helyen, nem akarunk tőlük többet, mint amennyit bírnak, akkor viszont sokkal több tápanyag, tehát a beltartalom lesz magasabb. Tehát ezért megtévesztő az, hogy ugye például beszélnek arról, hogy a 9 milliárd, 8 milliárd, 9 milliárd embert etetni kell, de van olyan számítás, ugye hát én továbbra is ezzel foglalkozom, hogy való igaz, hogyha így fogjuk folytatni, ezzel a pazarlással és ezzel a fajta mezőgazdasággal, akkor valóban 30%-kal több talajra, illetve termőföldre lenne szükség. Viszont, ha a pazarlást megszüntetjük legalább valamilyen szinten, plusz hozzátesszük az ökológiai gazdálkodást, akkor még 4%-kal több is van most művelésben. Tehát nagyon megtévesztőek azok az irányvonalak, amikor csak a mennyiségről beszélünk. Az embernél is ugye nem a kiló a jó, tehát nem az a jó, ha 250 kiló vagy 150 kiló. Hanem az a jó, ha egészséges. És ez egy harmónia. És ezt a harmóniát kellene most valahogy vissza, mert szerintem nagyon itt van az ideje, hogy ezzel foglalkozunk, mert nem lesz nagyon jó vége. És én tudok haragudni arra a szabályzásra, ami mondjuk kijelenti azt, hogy egy élelmiszer nem lehet pozitív hatással az egészségre. Ezt, ha az ember olvassa kétszer-háromszor, akkor elgondolkodik, hogy tessék, tehát most komolyan gondoljuk, hogy egy élelmiszer nem lehet. Tehát hát már nagyon régen megmondták 1000 évvel ezelőtt, meg 500 évvel ezelőtt, hogy az vagy, amit eszel. Tehát az lesz belőle, tehát végül is ez tényleg úgy építjük fel a szervezetünket a táplálékbevitellel, meg persze levegővel, meg stb. Napsütéssel. Tehát nem mindegy, hogy mit eszünk, egyáltalán nem mindegy. És... De például, amikor így kutattad, igen? Ezeket a dolgokat, akkor visszanyúltál ezekhez a nevezük népi bölcsességeknek, de tényleg, amit nagyanyáinktól, vagy dédnagyanyáinktól láttunk, hogy igenis a fokhagyma milyen egészséges, és rengeteg olyan növény volt akár a saját kis kertben, ami igenis bizonyos betegségekre teljesen jó volt. Teljesen igazad van, nálam fontos a kutatási eredmény, de a hagyomány is olyan szinten, hogy igen, megnéztem a Mária Trebent, meg a többi ilyen okos asszony és okos férfi, mert ugye nagyon sok kolostorban is gyógynövényeket termesztettek. Például, hogyha visszatérek a bogyósokra, akkor azokról ugye nem mondták azt, hogy magas polifenol és antocianin tartalom, mert akkor nem tudták mi az, hogy polifenol meg antocianin. Nem így gondolkodtak, de azt írták, hogy vérképző, vértisztító hatása van. Tehát tudták már akkor is, hogy ezek a fekete bogyósok, tehát ez a sötét lila szín, ez jó hatással van a szervezetre. Én azt gondolom, hogy az a jó megoldás, hogy az ember igenis kutasson. Tehát én abszolút annak a híve vagyok, hogy haladjunk előre, és igenis legyen gyógyszeripar, de ne legyen csak az, hogyha valamit még nem értünk, és szerintem nem értünk mindent. Tehát hogyha polifenolokról, ha már ezt az idegen szót használtam, van belőlük 8000, ennyit tudunk most. De 10 évvel ezelőtt még csak 4000-ről tudtak. Ki tudja, hány van belőlük? Nem tudjuk, hogy hogyan működnek, ugyanis ők együttes hatásban szeretnek jót tenni. Ha kiveszünk belőlük, akkor a hatás megszűnik. Tehát, hogyha valamit nem értünk még jelenleg, akkor nyúljunk vissza a hagyományokhoz. És igen, kérdezzük meg, nézzük meg, hogy mit gondoltak a régi kolostorakban a szerzetesek, akik értettek hozzá, mert egész életüket áldozták, vagy a javasasszonyok, nevezzük a gyógyítóasszonyok, akik tudták, hogy mire jó. Úgyhogy igen, ezt a kettőt, ha kombináljuk, akkor
akkor szerintem ez az egészséges irány. És hát enni így is lehet, sőt imádok enni, mert felfedezek annyi új ízt, és hogyha ezt valakinek feltállalom, mert felszolgálom vacsorára, akkor meglepődnek, hogy egy tyúkhúrsalát a tavasszal mennyire finom tud lenni, vagy egy csalánkrémleves mennyire finom tud lenni, vagy egy kövér porcsimból egy caciki. Már csorog a nyálam, bocsánat, mert annyira szeretem igen, ezeket, tehát nagyon-nagyon finom dolgokat lehet csinálni. Aztán élvezetesebb is megenni ezeket, mint akár mondjuk egy kapszula formájában bevenni. Pontosan. Illetve te, ahogy említetted, hogy nem is biztos mindig tudjuk, hogy mit, mire és hogyan használjunk. Tehát ugye a gyógyszereknél is nagyon gyakran érzem azt, nem is gyógyszerek, inkább vitaminok, nyomelemek. Tehát mindent megvehetünk ugye kész formában. Uh-huh. És ez nagyon megkönnyíti az életünket. Tehát valljuk be, egyébként sokkal egyszerűbb bemenni a gyógyszertárba, elmondjuk, hogy nekünk kell magnézium, kálcium, nem tudom, felsorolunk párat, mindent tudnak adni. Viszont nagyon sokszor, ugye mostanában is már vannak ilyen visszajelzések, hogy azt nagyon nem mindegy, hogy hogy szedjük, és ebben sem vagyunk elég tudatosak, hiszen nem biztos, hogy egy kálciumot magában kell szedni, mert nincs ez a vívőanyag. Tehát akár ebben is segítségünkre lehet a természet. Teljesen. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, amit te mondtál, a vívőanyag. Az egyébként a gyógyszereknél is, a gyógyszeripar is bevallja, kicsit utána kaparunk, hogy ott sem mindegy, hogy milyen vívő anyaggal visszük be azokat a hatóanyagokat. Ugye mindig rá van írva, hogy milyen hatóanyag, és egyik gyógyszer drágább, a másik olcsóbb, és az a vívő anyag miatt van, és nem mindegy, hogy milyen vívő anyaggal visszük be. Ugye a természetben ez ki van találva, tehát az a vívő anyag ott van. Tehát például a gyümölcsnek a héja, az egy nagyon fontos elem. Én azért haragszom, mikor meghámozzuk az almát, meg mindenfajta leveket, ez nagyon-nagyon, én nagyon régóta harcolok ellen, még akkor kezdtem, mikor mások még nem nagyon mondogatták, hogy gyümölcsleveket nem kell enni, akkor még csak a cukros gyümölcslevekről beszéltek, én minden gyümölcsli ellen vagyok, ugyanis pont ezt a vívő anyagot dobjuk ki. Rosszul szívódik fel, gyorsan szívódik fel, azonnal glükózzá válik, hízásnak indulunk, a máj ugye nem tud velem mit kezdeni, azzal a nagy löket cukorral. Ugyanez van minden, lényegében minden egyes anyaggal, amit a természetben találunk. Próbáljuk mindig az eredeti formájában megőrizni. Én is ezt csinálom a patika kertben, hogy ezért szedjük tehát bogyónként, hogy az egész bogyót bele tudjuk tenni, és ne kelljen préselni, mert ugye, hogyha géppel szednénk, és akkor benne van a mind ágacska, meg levelecske, meg nem tudom micsoda, akkor ugye egyedüli módszer lenne a préselés. De így, hogy bogyónként leszedjük, ezért az összes bogyót bele tudjuk tenni az üvegbe, vagy amiket még én készítek belőle. Tehát ez, és ennek a maximális vitamintartalma, vagy ásványanyag tartalma van annak a gyümölcsnek, ami nálatok belekerül az nagyon üvegbe? Sok minden tartalma van, ugye kell vigyázni a vitaminokra, a nyomelemekre, és az úgynevezett fitonutriensekre, ez is egy idegen szó. Ezek azok a mikroelemek, amelyek se nem nyomelem, se nem ásványi anyag, hanem növényi eredetű vegyületek, bonyolultak. De ezekre nekünk szükségünk van, úgyhogy próbáljuk a táplálkozásunkba ezeket bevinni, nem beszélve a rostokról, amit ugye. Úgy viselkedünk, mintha pici babák lennénk, mindent pürésítünk. Minden rostot kiszedünk belőle, mert jaj, hát az olyan nehéz, meg nem tudom, meg kell rágni, meg ilyen borzasztó. Egy pépet sokkal jobban szeretünk, pépesítünk mindent. De a gyerekeknek adunk pépet, és a betegeknek adunk pépet, de mi nem vagyunk betegek. Tehát nekünk nem lusta a szervezetünk, nekünk olyan formában kell bevinni, ahogy az ki van találva. Ha nem úgy visszük be, akkor végül tényleg ellustul a szervezetünk, és nem fog tudni védekezni a külső behatások ellen. Tehát nagyon sokat beszélnek most a bélflóráról, mikrobiom most már asszony neve, nevezzük így a lány nevén, bélflóra, most mikrobiom. Ugye a testünk 90%-a az mikróba, tehát én, Mártin, csak azért nézek ki Mártinak, mert az én sejtjeim, azok hála Istennek elég nagyok. De egyébként 90%-om az nem én vagyok, hanem a mikróbáim, csak ők nagyon picurkák, tehát itt vannak bennem, rajtam, mindenfelé. Ők nekünk nagyon jó barátaink és nagyon jó ellenségeink lehetnek. Most ellenségeket csináltunk belőlük, és vissza kell térni ahhoz, hogy barátokká váljanak. Ha elképzeljük azt, hogy tisztányérni ételből, amit megeszünk, egyet a mi mikróbáink tesznek a tányérre, akkor az nem akármilyen dolog. Tehát nem mindegy, hogy ők kicsodák bennünk, és őket is táplálni kell. Tehát itt van a prebiotikum, probiotikum kérdése. Hiába veszek be probiotikumot, ugye azok a mikrobák, ha nincs, ami őket táplálja. Ők ott szó szerint
éhen halnak. Tehát ha nem kapnak prebiotikumot, ezek pedig általában a rostos anyagok, akkor a probiotikumok, a mikrobák kipusztulnak, elpusztulnak. De az sem jó, hogyha csak prebiotikumunk van, mert az meg esetleg bél problémákat okozhat. Tehát én mindig azt tanácsolom, hogy ebben is a józanész és a fokozatosság. Vissza lehet állítani fokozatosan, nagyon apránként a szervezetet, a megfelelő működésre, táplálkozással, nagy odafigyeléssel valóban, de mondom még egyszer, élvezni lehet, mert az ízek azok nagyon finomak lesznek. Csak kicsit több idő. Az idő az, amit nem szánunk erre. Nem akarunk már főzni. Ez így van. Nem akarunk. Kicsit ellustultam. Igen. Neked egyébként igen. Hogy fogadta a családod, amikor ezt az életformát választottad így? Tehát gondolom, itt volt egy huszárvágás azért. Jött egy betegség, ahogy említetted, utána ennek elkezdtél utána járni, és most már egy teljesen más életet élsz, ha jól gondolom. A családod ezt jól fogadta? Tehát ők is már úgy besimultak ebbe a közegbe? És szoktam látni rólatok fotókat, vagy megnéztem az oldaladon is, hogy annak az unokáiddal közös igen, fotók, igen, hogy szeditek igen. A gyümölcsöket, nagyon ő szeretik. Is eszi a kertből. És nem eszik meg az édes gyümölcsöt, mert ők a fanyar bogyósokra vannak nevelve. Nem, nálunk nem volt huszárvágás, ugyanis nagyon fura talán, de én üzletasszonyként is mindig főztem. A mi gyerekeink nem kaptak cukorkát, édességet. Én mindig megsütöttem hétvégén egy tepsi süteményt, és azt ettük. Ez nekik nem nagyon tetszett, mert mindenki más kapta ugye a kényelmes kis akármit, nálunk nem voltak ilyenek. Úgyhogy én ezt otthonról hozom. Tehát az én anyukám pedagógus volt, és én 10 éves voltam, amikor ő egy bőrrákot tehát diagnosztizáltak nála, és azt mondták, hogy 2 éve van, és még 40 évig élt. És én azt láttam, hogy lehet küzdeni külső-belső gyógyítással, és itt megint csak a gyógynövényekre gondolok, meg a erjesztett ételekre, fermentált ételekre, amelyek rendbe teszik, tehát kondicionálják a szervezetet. Én azt szoktam mondani, hogy ha ugye egy nőnek a haja elkezd ritkulni, akkor azonnal szalad és vesz valami kondicionálót. Miért nem tesszük el ugyanezt az egész szervezetünkkel? Tehát kondicionálják. Tehát nem, ezeket a külső behatásokat nem tudjuk kivédeni. Tehát a levegővel nem tudunk mit kezdeni, ha csak ki nem megyünk transzparensekkel és be nem állítjuk a gazdaságot. Igen, meg az autóforgalmat. Azt is egyébként, tehát, hogy azt is kellene, de tegyük fel, hogy nem sok mindent tudunk. Sokan vagyunk a Földön. Akkor próbáljuk magunkat megerősíteni úgy, hogy ellen tudjunk állni ezeknek a külső negatív behatásoknak. Stresszből sem lesz kevesebb. Mert ugye olyan gyors életet élünk, hogy próbáljunk inkább felerősíteni magunkat, és akkor meg fogjuk tudni oldani ezeket a problémákat. Ez a gazdaság, amit te is csinálsz, ugye ez nagyon időigényes. Hát és mennyi a kivett termék, hogy úgy mondjam, ha lehet igen, fogalmazni csúnyán. Tehát ugye ez tényleg egy minőségi dolog, amit igen. előállítasz, viszont ebből gondolom a mennyiség az sokkal kevesebb, mint egy abszolút. Ipari termelésnél. Ez egy limitált széria, én ezt így szoktam hívni. Na de hát a jó boroknál is limitált széria a jó, nem igaz? Tehát igazából mondjuk 5000 üvegnyi nevezzem így, sűrített gyümölcspürét tudunk, és nem is tudunk többet. Tehát hiába vennék most földet, egyszerűen a szüret olyan nehéz, ezzel az említett kéziszedéssel 1,5 millió bogyó évente, tehát ezt leszedni, ez munka. De megint nem a mennyiségre, tehát én mindenkinek mondom, hogy ne úgy egy az én termékemet, hogy finom, és akkor leül, és megeszik egy fél üveggel, mert megint csak nem akarok már több latin szót használni, meg egyáltalán magyarázgatni, hogy hogyan van az antioxidáns, tehát az antioxidáns hatás, az hogyan működik. Itt nem a mennyiség a lényeg, hanem a rendszeresség, a rendszeres, apró mennyiségbevitel. Ezek a fitonutriensek, mikroelemek, ezek a növények által kialakított vegyületek, ezekből nem kell sok. A mi vezérlő rendszerünknek nem kell ezekből sok, de kell belőle minden nap, majdnem mindig. Most nem azt mondtam, hogy kihagyunk egy-két napot, tehát nem ilyesmire kell gondolni, csak hogy egy rendszeresség legyen benne, és jók lesznek a tapasztalatok. A szervezet felszabadul, hirtelen energiával lesz tele. Miért? Azért, mert ezeket a belső problémákat, ezeket a úgynevezett rejtett gyulladásokat legyőzi, és hirtelen volt olyan, hát most pacienst akartam mondani, de ez nem jó szó, mert nekem nincsenek pacienseim, de azt mondta, hogy hogy hirtelen elkezdett többet bírni futni. És mondtam, hogy nem lehet, ilyen gyors hatása nem lehet. Én mondtam neki,
nem vagyok egy jó üzletasszony, ugye, hogy azt mondom neki, hogy ilyen gyors hatással nem lehet. Aztán viszont most már az orvosommal partnerként beszélgetünk egyébként ezekről a dolgokról, és ő is hisz benne. Azt mondta, hogy de igen, lehet, tehát hogyha az ő szintje ezekből az anyagokból olyan alacsony volt, lehet, hogy neki elég volt ez a pár adag. Tehát, hogy... És gondolom, segít. Neked ezek a pozitív visszajelzések a legtöbbet. A legtöbbet. Tehát, főleg, amikor férfiak jeleznek vissza, mert náluk a placebo hatás az biztos, hogy nincs. Tehát náluk vagy bizonyított igen, a hatás, vagy nem. Igen, és ők a legkétkedőbbek valójában. Tehát ők azok, biztos, akik a leginkább hatott, hisznek a gyógyszerekben. Márta, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk, és további jó munkát kívánok. Nagyon szépen köszönöm én is. Önöknek pedig a megtisztelő figyelmet köszönöm, ennyi fért a mai egyenlítőbe. Továbbra is szívesen látjuk és olvassuk véleményüket, gondolataikat. Klikkeljenek a weboldalunkra és keressenek minket a Facebookon. És tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!